Nagyobb tornaterem a nyírteleki iskolában, új tantermeket és csoportszobákat is kialakítottak. Ellenőrzik az autósokat, az alkohol, illetve kábítószer hatása miatt bódult állapotban lévő sofőröket igyekeznek kiszűrni. Hulladék udvar Máté Szalkán. A közeljövőben még több ilyen felesleges holmit fogadó egység lehet a megyében. Több mint 400 millió forintos beruházás eredményeként új tornateremmel bővült a nyírteleki iskola. Az intézményben új tantermeket és csoportszobákat is kialakítottak az elmúlt hónapokban. Ez a Kölcsey Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A megyében még Ajakon is átadtak egy egyházi beruházást a helyi katolikus iskolában. Ott egy kápolnát áldottak meg szerdán. Adventi dísz az ajtón, Mikulás figura a szekrényen. Tapintható az ünnepi hangulata nyírteleki Szent Anna katolikus iskolában. Az intézmény fenntartását 4 éve vette át a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye. Eddig 2 épületben folyt az alsósok és felsősok oktatása a település 2 különböző pontján. Egy bővítésnek köszönhetően azonban most már egy helyen tanulhatnak a 16 osztály diákjai. Kézilabda kapu, kosárpalánk, bordásfal, minden, ami egy jól felszerelt tornateremhez kell. A csarnokot és a hozzátartozó szertárt, öltözőket és vizes blokkokat is, amint egy 450 millió forintos fejlesztés keretében építették meg az eddigi kisebb tornaterem helyett. A régi tornatermi részből alakítottak ki 4 tantermet, illetve 3 csoportszobát, tehát elmondhatjuk, hogy igazán alkalmassá vált most már az épületünk arra, hogy a 8 évfolyamnak a teljes befogadására alkalmas, és így az oktatás-nevelés így meg tud valósulni. Az év elején kezdődött beruházás szerdán Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának napján adták át, ekkor áldották meg az új tornatermet is. Nem intézményeket akarunk fenntartani, hanem evangéliumot hirdetni. Mindig ezt szoktam mondani, azt az evangéliumot, hogy Isten szeret minket, és ezt a szeretetet rajtunk embereken keresztül akarja megéreztetni másokkal, és mi így tekintünk az iskolára, iskolákra, intézményekre, hogy eszközök a kezünkbe, hogy Isten szeretetét közvetítsük azoknak, akik ott élnek. Ehhez pedig összefogásra van szükség, tette hozzá a megyés püspök. Az ünnepségen az egyházügyi államtitkár kiemelte, az egyházi iskolák fontos szerepet töltenek be a gyermekek nevelésében. Fontosak a katolikus és keresztény iskolák, már csak abból a szempontból is, mert sok minden másra is nevelik gyermekeinket, és sok minden értéket adnak át, legyen az a haza nemzet szeretet, vagy a közösségépítés is. A térség országgyűlési képviselője, aki maga is ebbe az iskolába járt, arról beszélt, a nevelés mellett a tehetséggondozás is alapvető feladata az iskoláknak. Föl kell ismerni a tehetséget, gondozni kell, és hát azt is meg kell mondani, a mai magyar társadalomban, hogy emellett egy esélyteremtő iskolára is szükség van. A hátrányos helyzetű gyermekek számára esélyt kell adni megfelelő speciális módszerekkel. Így néz ki az intézmény kápolnája. Egy hasonlót áldottak meg szerdán az Ajaki katolikus iskolában is. Ott az elmúlt években mintegy 95 millió forintból fejlesztettek, tantermi bútorokat cseréltek ki, öltözőket, mosdókat, tornatermet újítottak fel, valamint a 2009-es nagy viharban megrongálódott tetőt is kijavították. Hétfőn kezdődött és vasárnap fejeződik be az a rendőrségi akció, amely az alkohol, illetve kábítószer hatása miatt bódult állapotban lévő sofőröket igyekszik kiszűrni. Az alkohol és drog elnevezésű ellenőrzés sorozat tapasztalatai eddig kedvezőek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Rendőrök igazoltatják ezt a kereket cserélő férfit, aki nem sokkal ezelőtt vásárolt alkoholos italokat egy másik benzinkúton. A biztonsági felvételeken jól látszik, hogy a sofőr defektes autóval alkoholos befolyáltság alatt érkezett, ami megnehezítette számára a kerékcserét. A helyszínre kiérkező rendőrök azonnal intézkedtek, az ittas sofőrrel szemben pedig a nyíregyházi járási ügyészség emelt vádat. Az ilyen esetek azonban nem gyakoriak, legalábbis ez a tapasztalata az Alcohol and Drugs elnevezésű országos akciónak,
amelynek célja elsősorban az ittas vagy bódult állapotban lévő sofőrök kiszűrése. A megyében 9 helyszínen, általánosságban napszakonként változó helyeken, helyi szervek általában bevonásával, és gyakorlatilag naponta egy ilyen 500 és 1000 gépjárművezetőt tudunk ellenőrzés alá vonni, több-kevesebb sikerrel, ami egyrészt pozitív, illetve negatívum is lehet, attól függ, hogy milyen oldalról nézzük ezt, de gyakorlatilag még egyelőre az információk alapján ebben az ellenőrzési sorozatban kevés ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetőt szűrtünk ki, amely úgy gondolom, hogy a lakosságra nézve egyfajta dicséret is lehet, ha ebben gondolkodunk. A tavalyi évben a KSH adatai szerint mintegy 1361 ittasan okozott balesetről számolt be a rendőrség. Az igazoltatások során nem csak a megszokott alkoholszondával, de indokolt esetben egyéb mintavételi eljárásokkal is számolhatnak a járművezetők. Van egy előszűrés, egy úgynevezett kockázati elemzés, és ez alapján tudjuk intézkedés alá vonni célirányosan majd a járművezetőt, magyarul elviszük mintavételre, és a mintavétel során majd ki fog derülni az, hogy az az emberke valamilyen bódító szer hatás alatt áll, vagy esetleg ténylegesen csak ittas, vagy csak fáradt az emberke. Az ittas vezetés Magyarországon bűncselekménynek számít, amely miatt az igazoltató rendőrnek kötelező bevonni a sofőr vezetői engedélyét. Ezt követően a bíróság dönti el, hogy mekkora összegre bünteti az elkövetőt, illetve hogy meddig tiltja el a vezetéstől. Egy héten belül megnyithat a Mátészalkai hulladékudvar, a folytatásban pedig újabb ilyen egységeket alakíthatnak ki a megyében. A hulladékudvarokban vegyes, kommunális hulladékot nem fogadnak, elektronikai vagy építési-bontási szemetet azonban bevihetünk. A nyíregyházi északi temető szomszédságában áll a Korányi úti hulladékudvar. A lakosok számára nyitották meg, hogy a háztartásokban keletkezett újrahasznosítható és egyéb speciális hulladékot itt leadhassák, és nem csak a Szabolcsi megye székhelyről, hanem a megye bármely településéről. A hulladékudvarokat azon magánszemélyek használhatják, akik fizetik a hulladék közszolgáltatási díjat, ezt ugyanakkor nem mindenhol ellenőrzik. Nem mindegy azonban, milyen szemetet visznek be, hívta fel a figyelmet a megyei hulladékgazdálkodásért felelős cég vezetője 35 perc című műsorunkban. Tehát vegyes, lakossági hulladékot nem fogadnak a hulladékudvaraink. Tehát aki úgy gondolja, hogy na ez már nem fér bele, ez a két zsák hulladék a szemét, hogy úgy mondjam, a kukámba, és azt be akarja odahozni, az nem lesz jó, mert vegyes, kommunális hulladékot nem fogadnak a hulladékudvarok. Ettől ellentétben fogadnak például üveget, öblös üveget, szelektíven papírt, műanyagot, építési bontási hulladékot is fogadunk, illetve nagy darabos lomot. Ugyanígy fogadnak elektronikai gépeket, legyen az akár kisebb mobiltelefontól egészen a 200 literes hűtőig, az elektronikai hulladékot is leadhatják a lakosok. A hulladékudvarok ugyanakkor nem arra szolgálnak, hogy így szabaduljunk meg minden lomunktól. Egy köbméternyi hulladék adható le ezeken a helyeken, ami körülbelül egy utánfutónyi mennyiségnek felel meg. A megyében még csak Nyíregyháza két pontján, a Korányi úti mellett a Kerék utcában található hulladékudvar. December 15-én azonban a tervek szerint Mátészalkán is megnyílik egy egység, hogy a Szabolcs-Szatmár-Berek keleti részén élők igényeit is kiszolgálják. Később aztán máshol is lehet ilyen a megyében. A társaságunk nem tervezi ilyet, de tudom, hogy az országos hulladék közszolgáltatást szervező NHKV ZRT a megye több pontján tervez még ilyet. Levélben már meg is kereste az illetékes önkormányzatokat, hogy ennek mi a végeredménye, ezt én jelen pillanatban nem tudom megmondani, nem a mi projektünk, de mihelyest nyilvános lesz és megfelelő információt kapunk róla, természetesen tájékoztatjuk a közönséget. A nem túl romos állapotú bútor kanapé, ami mások számára még használható lehet, a nyíregyházi Kerék utcai újrahasználati központba is bevihető, ott egy jelképes összegért értékesítik azokat. Az újrahasználat egyébként a legértékesebb lépcsője a hulladékgazdálkodásnak, és legjobb módja a különféle tárgyak újrahasznosításának. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy nyíregyházi ügyfélszolgálatain a Bokréta utcán és a Korányi Frigyes utcán december 11-én szombaton 7:30-tól délig van lehetőség telefonos és személyes ügyintézésre. A hulladékudvarok és az újrahasználati központ a szokásos szombati nyitvatartás szerint 8 órától 14 óráig várja a lakosságot.
A nagyecsedi és a kisvárdai hulladékkezelőközpontok december 11-én zárva tartanak, valamint a kisvárdai ügyfélszolgálat sem nyit ki szombaton. December 1-től országszerte fokozottan ellenőrzik az élelmiszerláncokat a Nébik szakemberei. A téli szezonális akciót az Agrárminisztérium rendelte el, hogy az ünnepek alatt még szigorúbban ellenőrzött áruk kerülhessenek a vásárlók asztalára. December 1-től szilveszter éjszakáig a közelgő ünnepekre készülődve nem csak a vásárlók tömegével, de az élelmiszerbiztonsági szakemberek fokozott jelenlétével is számolniuk kell az élelmiszerkereskedőknek. De nem csak a hipermarketek a Nébik célpontjai. Az élelmiszerek előállító, illetve forgalmazó helyei, valamint a kisboltok, éttermek és szállodák, sőt az utcai árusok is nagyobb számban és gyakorisággal esnek mostantól vizsgálat alá. 2007 óta minden év decemberében lezajlanak ezek a vizsgálatok, így volt ez tavaly is. Összesen több mint 2500 ellenőrzésre került sor, és a kollégáink több mint 11000 különböző hazai és külföldi élelmiszertételt vizsgáltak, ellenőriztek. Ez nem csak laboratóriumi vizsgálatot jelent, hanem az adott élelmiszertételnek a előállítónál vagy a forgalmazónál történő vizsgálatát is, a higiéniai állapotokat, a hűtést, a jelölést, a csomagolás épségét és az egyéb higiéniai feltételeket szoktuk ellenőrizni. A szakember szerint leggyakrabban közel 4%-ban a különböző élelmiszerek tárolásával és elkészítésével kapcsolatos higién és hiányosságok miatt szabnak ki bírságot, de a vizsgálatok alapján az is megállapítható, hogy a munkaerő hiány következtében az utóbbi időben emelkedtek a személyzet higiénés és egészségügyi alkalmasságából következő szabálysértések. Ezek mintegy 3%-ot jelentenek. A tipikus hiányosság körébe tartozik az élelmiszerek nyomon követhetősége is, ez 2%-ban volt jellemző a vizsgált árukra. Pleva György hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság szerint a koronavírus fertőzés közvetlenül az élelmiszereket nem, legfeljebb azok csomagolását érintheti. Az ezzel kapcsolatos védekezési lehetőségekről a Nébik honlapján is osztott meg útmutatást, de emellett az ellenőrzési protokollban is fontos szerepet kap a járványvédelem. Külön ellenőrizni fogjuk a bevásárló eszközök, elsősorban a kosarak tisztaságának, tisztításának hatékonyságát, az aktuális kémiai állapotot, az üzemeltető által kiadott tisztítási dokumentáció megfelelését, illetőleg az alkalmazott fertőtlenítőszerek megfelelőségét. A másik kiemelt szempont a csomagolatlan élelmiszerek védelme. Elsősorban a tékárúra fókuszálunk, ilyenkor különös tekintettel arra, hogy a cseppfertőzés elleni védelem hogyan valósul meg az egyes üzletekben. A téli közkedvelt élelmiszerek fokozott ellenőrzése mellett az Európai Unió gyors riasztásainak köszönhetően idén a Lengyelországból származó baromfi húsokra is kiemelten fognak figyelni a szalmonellás fertőzések megelőzés érdekében. A Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója december 9-én a bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás büntette miatt indult eljárásban, 2022. január 9-éig elrendelte 5 férfi letartóztatását. A megalapozott gyanú szerint a gyanúsítottak 2020-ban és 2021-ben Kispalát község külterületén az ukrán-magyar zöld határon keresztül rendszeres haszonszerzésre törekedve vámellenőrzés alól elvont adózatlan cigarettát juttattak Ukrajna területéről Magyarországra. Az elkövetők a határon átcsempészett cigarettát Kispalát belterületén különböző ingatlanokon tárolták, ahonnan tovább szállították Fehérgyarmatra, majd értékesítették a dohányárut. Tevékenységük során 2020. november 14-e és 2021. november 12-dik napja között a gyanúsítottak azzal, hogy a dohányáru utáni jövedéki adót, áfát és vámot nem fizették meg, az állami költségvetésnek a megalapozott gyanú szerint összesen több mint 500 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. A végzés nem végleges, az ügyészség tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be ellene. 3 a 2021-es évben kiemelkedő munkát végző önkéntes vett át elismerést csütörtökön a megyeházán. A díjazottak közül 2 gyógypedagógusként dolgoznak, egyikük pedig hagyományőrzőként igyekszik segíteni a helyi közösségeket. Virágcsokorral, emlékplakettel és vásárlási utalvánnyal díjazták a megye kiemelkedő karitatív munkáját végző önkénteseit.
Göncőné Kovács Éva és Pál Szőke Ágnes gyógypedagógia területén, Szabó András pedig hagyományőrzés területén végzett kiemelkedő munkája miatt részesültek elismerésben. Korábban a Weekend című magazin műsorunkban voltak vendégek. Engem nagyon meglepett nyilván a díj, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon hálás vagyok a jelölőnek, illetve a bíráló bizottságnak is ezért, mert amikor megtudtam, pont ezen gondolkodtam, hogy hát én csak a dolgomat végzem, tehát nem is értettem hirtelen, hogy miért is érdemlem ezt meg. Tulajdonképpen gyógypedagógusként dolgozom, 15 éve tanító egyébként az első diplomám, és amikor először találkoztam fogyatékossággal élő gyermekkel, akkor éreztem, hogy nekem muszáj megtanulnom ezt a szakmát, hogy hogyan tudok segíteni. Szabó Andrásnak köszönhető a Nyír Mihály Dimaktár Múzeum. A fővárosban végezte el az Ybl Miklós Építőipari Technikum művezető szakát, majd vállalkozó, később oktató is lett. A gyűjtő szenvedéllyel egykori tanára Szalontai Barna fertőzte meg. Egyre csak gyűltek a régiségek, lassan több ezer tárgy került Andráshoz. Ezek a kincsek is láthatóak a Magtár Múzeumban, amely ma már a megyei értéktár része. Mindig vitt magával, mert én egyedül voltam más az iskola, és szedtük össze fel a régi holmikot. Mindig azt mondta nekem, hogy ha felmész a padlásra, azt nézd meg, hogy a szarufalámi van téve. Mert oda teszik, de nem aranyat, ezüstöt. Mert amit én csinál, az nem arany, ezüst, az másabb. Az egyszerű kasza kapa, ami az életet adja. Pál Szőke Ágnes önkéntességi területe leginkább Sényőhöz köthető. A tánc mellett nekünk ott van a nőszövetség, az időseink, a foci csapatunk, és ez szerves, de ugye mi egy kis település vagyunk, és ez szervesen összefonódik, átfedődések vannak, de jó Sényőnek lenni, mert hogy nálunk mindig pezseg az élet, most például mennek az adventi hétvégéink, minden vasárnap a szociális szolgáltató központnál van egy nagyon szép park, és ezt is önkéntesek munkája hozta össze, mint minden évben 20 éve. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei család, esélyteremtő és önkéntes ház mindhárom díjazott munkáját fontosnak tartotta, és szerette volna elismerésben részesíteni őket. Ahogy Kalazanci Szent Józsefnek, a piaristák rendalapítójának a himnusza mondja, ami olyan szépen mutatja azon egyik szent példakép, aki a szegény gyermekeket fogadta magához és iskolát alapította számukra, mutatja azt, hogy miről szól az önkéntesség. Ilyenkor adventben a szegények, a fiatalok a megsegítéséről. A megye önkéntese díjával azoknak az embereknek a munkáját ismerték el, akik a közért dolgoznak és önfeláldozó munkájukkal segítik az embereket. A bajnoki szünetet követően pénteken ismét pályára lép a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A tabella 7. helyén álló kékcápák az NB1 11. fordulójában, a 9. helyezett Szeged otthonában lépnek pályára. Legutóbb november 10-én játszottak tétmérkőzést a cápák, aztán a válogatott világbajnoki selejtezői miatt hosszabb szünet következett a bajnokságban. Némi pihenőt követően ismét edzésbe álltak a nyíregyházi játékosok, hogy minél jobban fel tudjanak készülni az idei évben még hátralévő 4 mérkőzésre és az azonnali januári folytatásra. Pető Ákos vezetőedző szerint maradéktalanul elvégezték azt a munkát, amit elterveztek. Abszolút elégedett vagyok, az elején előléti munkát végeztünk. Ami egy kicsit nehéz volt, az a múlt hét elején nagyon nehezen jöttünk vissza a ritmusba, de úgy érzem, hogy a szolnoki edzőmeccsel már azt gondolom, hogy illetve azt remélem, hogy a bajnoki ritmusba vissza tudunk találni, ami nagyon fontos lesz egy ilyen hónapos szünet után, hogy találja meg a csapat a ritmusát, hogy tud felpörögni, de bizakodó vagyok mindenféleképpen. A folytatás előtt a Falkó vezeti az NB1 tabelláját 11 győzelemmel, 100%-os teljesítménnyel. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 5 győzelemmel és 6 vereséggel a 7. helyen áll a táblázaton. Ha az összképet nézem, akkor én azt gondolom, hogy a 11 mérkőzésből 5 győzelmet talán alá is írtunk volna az elején. Az, hogy ez így sikerült, hogy 6 vereség után jött zsinórba 5 győzelem, ezt azért én sem gondoltam, de ugye korábban beszéltünk arról, hogy az 5. légiós érkezése mennyit lendített a csapaton, és bízom benne, hogy tudjuk továbbvinni ezt a formát, azért az nem várható, hogy innentől kezdve mindig minden meccset megnyerünk, de azért szeretnék egy erős középmezőnyben maradni, és tényleg megszilárdítani a bennmaradást minél hamarabb. Előzetes várakozásom az volt, hogy ebbe a hosszú szünetbe talán bele kell nyúlni.
nyúlni a csapatba, de hál' Istennek nem kell bele nyúlni, és látszik az, hogy tényleg a légiósok nagyon jól be tudtak illeszkedni, illetve ami legfontosabb, nagyon jó teljesítmény nyújtanak, úgyhogy semmire indokolja azt, hogy cseréljünk, hogy bárkit hozzunk, vagy frissítsünk a csapaton. Egyelőre biztosan így maradunk, bízom benne, hogy a sérülések nem szólnak közben, és ezzel a csapattal tudjuk kivívni a bennmaradást. A pénteki ellenfél Szeged eddig 4 győzelem mellett 5-ször szenvedett vereséget. A tiszapartiak már edzőt is cseréltek, és az új tréner rögtön győzelemmel mutatkozott be a kispadon. Debrecenben viszonylag simán tudtak nyerni. Két nagyon jó amerikai hátvédjük van, és rájuk épül a játékuk. Ők az előkészítés és a pontszerzés is ők vállalják. Nagyon fontos, hogy őket az átmeneti játékban meg tudjuk állítani, illetve hogy a védekezésük ellen nagyon jó állások alapját, és jól megtaláljuk a kinti-benti játék arányát. A 11. forduló további párosítása a következő: Kecskemét Falkó, Albafehérvár Zalaegerszeg, Atomerőmű Ese Deac, Szolnok Kaposvár, Oroszlány Pécs és Sopron Körmend. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Új tornateremmel bővült a nyírteleki iskola. Az intézményben a csarnokhoz tartozó szertár, öltözők és vizes blokkok mellett új tantermeket és csoportszobákat is kialakítottak az elmúlt hónapokban. A fejlesztés mintegy 450 millió forintba került. A megyében máshol, Ajakon is átadtak egy egyházi beruházást a helyi katolikus iskolában. Ott egy kápolnát áldottak meg szerdán. Hétfőn kezdődött és vasárnap fejeződik be az a rendőrségi akció, amely az alkohol, illetve kábítószer hatása miatt bódult állapotban lévő sofőröket igyekszik kiszűrni. Az alkohol és drog elnevezésű ellenőrzés sorozat tapasztalatai eddig kedvezőek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az ittas vezetés Magyarországon bűncselekménynek számít, amely miatt az igazoltató rendőrnek kötelező bevonni a sofőrvezetői engedélyét. Újabb szelektív hulladékudvarokat alakítanának ki a megyében. Jelenleg 2 működik Nyíregyházán, a Mátészalkai pedig a tervek szerint december 15-én nyílik meg, hogy a megye keleti részén élők igényeit kiszolgálja. A nem túl romos állapotú bútor, kanapé, ami mások számára még használható lehet, a nyíregyházi Kerék utcai újrahasználati központba is bevihető. Önök december 9-én, csütörtökön a Kölcsey Televízió híradóját látták, amelyen legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Éjjel kelet felé vonul a csapadékzóna a Duna-Tisza közén is, egyre nagyobb területen várható vegyes halmazállapotú csapadék, míg a keleti határszélen végig esőre lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és plusz 3 fok között alakul, keleten lesz enyhébb az idő. Pénteken nyugat felől tovább vékonyodik, szakadozik a felhőzet, általában kisüt néhány órára a nap, de főleg a Tiszántúlon maradhatnak erősen felhős területek is. Kora délután mínusz 1 és plusz 6 fok valószínű.